nagyon járatos, úgyhogy pont ezért találkozott nagyon sokszor a háttérhatalom árványkodásaival, úgyhogy parancsolj. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm a résztvevőket, nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagytok és tele van ez a terem. Köszöntöm a másik oldal küldötteit is, akik egész biztos, hogy itt vannak közöttünk. Köszöntöm a bűnügyes kollégákat, egy tapsot megérdemelnek. Ugyanis van ez dolguk bőven, hiszen itt ma viszonylag sok bűnügy fog történni, sőt csak bűnügy fog történni, mert Magyarországon ma, ha valaki kimondja az igazságot, ha valaki felmer szólalni a háttérhatalom ellen, vagy egész egyszerűen csak megmer kérdőjelezni valamit, az bűn. És ez a bűn, ez meg fog történni, úgyhogy kezdjenek el jegyzetelni, bekapcsolni a diktafonokat, és figyeljenek nagyon jól. És köszöntöm a szervezőket is, és köszönjük szépen ezt a rendezvényt. És ma két dologról szeretnék beszélni. Az egyik talán az egyik szervezőről, aki szervezte ezt a mai összejövetelt, hiszen az elejétől fogva, amikor kipattant az agyából, hallottam róla és figyeltem, hogy mit csinál. Illetve hát nyilván arról, hogy a deviza hiteles harcunk hogy függ össze a chemtraillel. Egyszer mi valamikor tavasszal csináltunk egy autós demonstrációt a Csepel-szigeten, és a halásztáki polgármesteri hivatal volt az egyik állomásunk, és ma miközben a Pálosi Attila párjával jöttünk ide, akkor elmesélte, hogy ő ott dolgozik a közelben, és fölhívta az Attillát, hogy itt vannak a devizások, és ezek itt hangoskodnak, és számon kérik a polgármestert. És az Attila azt mondta, hogy húha, milyen érdekes ez a csapat, vitt neki egy szórólapot, és azóta velünk van az Attila. És emlékszem az első akcióra, amikor egy banknál készítettünk egy oktató filmet, hogy hogyan gyalázd meg a bankodat, akkor az Attila azt mondta még, hogy hát ő még akkor egy kicsit figyelne csak a háttérbe, és ő figyeli a rendőröket. Ma pedig ilyen rendezvényt szervez, és állandóan ott van, és már Pest Erzsébeten is szervezett három devizás rendezvény, és én ebből egy valamit nagyon le tudunk szűrni, hogy azok a csillagok, akik majd ki fogják vezetni ezt az országot és az emberiséget ebből a stravasztikából, amiben vannak, azok valahol szunnyadnak. És ezeket az embereket, ezeket egy demonstrációval, egy plakáttal, vagy azzal, hogy ti innen most hazamentek és beszéltek nekik arról, hogy mi történt, azokkal fogjuk tudni felébreszteni, és a következő időszakban itt lesznek velünk, és vezetni fognak minket. Én azt gondolom, hogy óriási ez a lehetőség, és óriási a felelősség. Végig hallgatunk csak egy előadást, és nem lesz folytatása, vagy hazamentek, és szanaszét kürlöttölitek azt, hogy itt mi történt, ismerőseiteknek elkülditek a chemtrailes anyagokat, vagy éppen a többi kifosztásról szóló anyagot. Ez már a ti felelősségetek, és nagyon örülök neki, hogy ezt felvállaltátok. A másik, amiről szeretnék beszélni, hogy hogyan is függ össze a devizás kifosztás, a devizás harca chemtraillel. Hát először is van egy szűk réteg, aki jogot formál arra, hogy helyettünk döntsön. Akár abban, hogy az országunk vagy mi magunk eladósodjunk, akár abban, hogy a földjeinkkel mi legyen, akár azzal, hogy az egünket mivel fessék be és mi hújjon ránk. Ez a szűk réteg jogot formál arra, hogy kifosszanak minket. Jogot formálnak arra, hogy míg ők dőzsölnek, addig emberek halljanak éhen és öngyilkolják magukat a kilátástalan helyzetük miatt. Hát ez az, ami miatt összefügg, és hogy ezek jogot formálnak arra, hogy uralkodjanak fölöttünk. Ez egy nagyon szűk réteg, talán sokan láttátok azt a videót, amin borhaszarnyi csoportnak nevezik őket. Valóban nagyon-nagyon picik, viszont nagyon jól megfizetnek még jó pár embert, de még így is nagyon kevesen vannak ahhoz képest, ahányan mi vagyunk. És ha mi összefogunk, összejövünk és újból találkozunk, akkor ezeket az embereket innen el lehet zavarni. Tegnap talán többen láttátok a HVG-n megjelent, hogy háromszor nagyobb a föld adóssága, mint az összes ország nemzeti összterméke. És ilyet ott volt a kérdés, hogy akkor kinek tartozunk? Hát kinek tartozhatunk? Hogyan tudtak nekünk ennyit kölcsön adni? És ugye azt is megállapította a cikk, hogy a fejlett országoknak nagyobb az adóssága, mint a kevésbé fejletteknek. Őnekik már majdnem a négyszerese ez. Én azt gondolom, hogy ezt nem kell, hogy elfogadjuk. Rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e, hogy örökre rabszolgák leszünk. Mi lenne, ha hoznánk egy döntést? Hogy mi ezt nem fizetjük vissza? Nem ismerjük el, nem hisszük el, hogy ez valós, és innentől kezdve mi ezt nem fizetjük vissza. Eldöntjük, hogy mi nem leszünk rabszolgák. Nem fogunk egész életünkbe dolgozni azért, hogy majd valakik dőzsöljenek, és közben épp, hogy a légfenntartásunk meglegyen.
És mi van akkor, ha hozunk egy döntést, hogy azoknak a gépeknek le kell szállnia? Ki tud ebben minket megakadályozni? Semmi más nem kell tennünk, megnéznünk, hogy honnan szállnak föl és honnan szállnak le, és ezt nem engedni, hogy megtegyék. És mi van akkor, ha hozunk egy döntést, hogy mostantól nem dönthetnek helyettünk? Mindenbe be kell vonni minket. Ott leszünk, ahol a döntések születnek, mert oda tudunk menni. És mi van akkor, ha hozunk egy döntést, hogy nem hagyjuk, hogy elvegyék a házainkat? Sem a tiedet, sem a tiedet, sem a tiedet. És ezt ott tudjuk megtenni, hogy amikor a tiedet akarják elvinni, akkor oda megyünk és megvédjük, és amikor a tiedet akkor is, és amikor a tiedet akkor is, és összefog az egész lépcsőház és a háztömb és az egész utca. Nem lesz az a hatalom, aki el tudja vinni. És mi van akkor, ha nem hagyjuk, hogy elvegyék az autókat? Ugye 30-án lesz egy akció el, és sokan leszünk a Londonnál, akkor kiürítjük a telepet. Mert mi úgy döntöttünk, hogy nem vehetik el az embereknek az autóját. Mi vagyunk többen. Néhány ember akarja elvenni több ezer embernek az autóját. Jogtalanul. Így van. És mi van akkor, ha úgy döntünk, hogy nem hagyjuk, hogy elvegyék a földünket? És nem hagyjuk, hogy elvegyék a hazánkat? Nem adjuk. Nem adjuk, ugye? Itt jó néhányan vagyunk, akik nem adjuk. És tudjátok, mi van akkor, ha mindezt nem hagyjuk? Hogy hívják azt? Szabadságnak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!